Vajon mi irányítjuk a sorsot? És be engem? Vagy a sors irányít minket? Rossz hírt kell közölnöm. Már el van rendezve minden? Ha hagyom Jimet meghalni, az ugyanolyan, mint ha megölném. Mi pedig csak szerepet játszunk. Itt valami nagyon nincs jól. És mennyire kell szeretni ahhoz, meg fogsz lepődni, mennyire erős vagy. Hogy megváltozzanak a dolgok. Sandra Bullock, Julian McMahon. Megérzés. Szerintem csinálni tök jó lehet, tehát hogy akár horrort is jó lehet csinálni, tehát ezeket én szívesen csinálnám, nézni nem nagyon. A Megérzés című film nem annyira ismert film Sandra Bullocktól, tehát hogy nagyon sok filmet fel tudnánk sorolni tőle, amiben ő játszik, és ami talán nagyobb nevet szerzett magának az elmúlt években. De tényleg azt gondolom, hogy ebben a filmben egy olyan arcát mutatja meg, ami talán egy picit szokatlan tőle. A férjét szerdán halálos baleset érte. Csütörtökön mondtam meg neki. Hoho, várjunk! Szerdán! Ez különös. A hölgy megjelent a rendelőmben még kedden. És azt állított, hogy a férje halott, vagy meg fog halni. Letettem nagy motorra a vizsgát, és volt egy srác, hogy mindenképpen ilyen gyorsasági motorhoz is. Ez tök hülyeség. Tehát, hogy értsen meg, hogy az adrenalin, hogy ebbe az a jó. És rájött, hogy nekem azért nem hiányzik, mert nekem minden este van adrenalin. Tehát kimenni 560 ember elé, az fölnyomja úgy az adrenalin, hogy nekem, hogyha hazamegyek, nem kell még egyszer fölnyomni az adrenalin, hanem nekem akkor az a jó, hogyha így nézzük valami olyan filmet, amilyen kicsit nyugi is, kicsit ilyen, kicsit olyan, de a horror vagy a érzék, ezek nekem nem egyáltalán nem hiányoznak. Blair Francis, a férje sokat segített az indulásomra. Amikor a férje épp halol. Nehogy baja essen valakinek. Ha hagyom Jimet meghalni, az olyan, mintha megölném. Amikor készültem a beszélgetésre, akkor az a kérdés volt bennem, hogy az a szép fiú Csányi Sándor, mint amilyennek elkönyveltük most azért az elmúlt években, az mennyire van benne? Olyan dolgokat mondott, ami nagyon izgalmas volt, és amikor teljesen más válaszra számítottam tőle. Van olyan titkod, amit mondjuk nem akartál megmutatni magadból a pályafutásod során, és mégiscsak emiatt úgy nagyon-nagyon felfigyeltek rád? Hát fura dolog, ez szerintem maga a színészet egy magunk között egy teljesen beteg dolog. Tehát normális ember nem megy színésznek. Tehát, hogy beöltözni mindenféle ruhákba, és úgy csinálni, mint a valaki lennék, ahelyett, hogy valaki lennék valójában. Azért ez súlyos szeretetvágy mindig. Én azt vettem észre, hogy egy valamire való művésznek van rengeteg szeretet igénye, és van annyi gondja magával, hogy azt érzi, hogy az életben nem működik olyan jól, mint ahogy a színpadon, sokkal jobban ki tudja fejezni egy festő a szeretetét vagy a vágyait azzal, amit fest, és azt gondolja, hogy őt jobban lehet szeretni azért, amit fest, mint ami ő maga valójában. Színházban mi leginkább említésre méltó, hogy most rendeztem egy darabot, Premier ajándék a címe, és hát nagyon, hát hál' Istennek, most akkor fogom, de nagyon jól megy most, márciusra már nem nagyon lehet egyet kapni. Fel kellene végre bennünk egy babysitter. Milyen szívlegettem? Hogy kerül ide az anyád? Egy az új babysitter. Először játszottam a rendezőt, mielőtt rendeztem volna, és hogy tulajdonképpen rajtam, hogy ez nem olyan, tehát amikor az ember eljátszik valamit, akkor egy kicsit úgy belekóstol, nyilván ez nem igazi, mert nincs úgy tétje, meg nem tudom, de olyan jó érzés volt, hogy nem tudom. És most azt éreztem, hogy tulajdonképpen azért most lassan 21 néhány évet csinálom ezt a színészetet, és ez úgy, most úgy benne volt a fejemben, hogy érdemes lenne kiülni a másik oldal és megpróbálni, hogy ez működik-e. Én akárhány filmet láttam, minden filmben, minden rendező mindig kiabál. 22 éve dolgozok színházba, filmben, én még kiabáló rendezővel nem találkoztam. Az ugyanaz, mint a minden filmben minden pincér törölget egy poharat. Én már voltam kocsmában, ott poharat még nem törölgettek. Tehát, hogy ez, vagy minden rendőr billeg egy kicsit, és ismételget szavakat, jó estét, hova, Sándor. Tehát, hogy ilyen, én még olyan rendőrrel nem találkoztam, aki ismételgetett volna. Tehát, hogy ez a, de valamitől az emberek ezt szeretik, ezt a képet, hogy a rendezők kiabálnak, és kétségbe esnek, és agresszívak, és nem tudom. Én szerintem ez nem kell a rendezéshez. Tehát, hogy azt mondja, hogy az nem benne valakinek, te azt mondja, hogy álljál már jobbra, az Isten áldjon meg, az pont ugyanannyira hatékony, mint hogy az volt, hogy figyelj, picit tudsz jobbra menni. Szuper, köszönöm.